Köszöntöm nézőinket! Hosszas előkészítő munka után a reformáció 500. évében újul meg Békés Csaba szimbóluma, az evangélikus templom. Mai vendégünk az evangélikus egyházközség igazgató lelkésze Kutyáj Pál. Jó estét kívánok! Jó estét, én is mindenkinek! Igazán szimbolikus értelmű, hogy éppen ebben az évben újulhatnak meg a gyülekezet templomai. Mi minden valósul meg abból a támogatásból, amihez most hozzájutott a gyülekezet? Valóban a reformáció 500 emlékév tiszteletére lehet talán azt mondani, sikerül, úgy néz ki most már optimista szemlélettel megvalósítani azt a... Én azt mondom mindig, hogy egy nagyon-nagyon nagy szabású tervünket, vágyunkat, hogy a belvárosi evangélikus rész, ahogyan sokan hívják a városban, vagy evangélikus negyed, tényleg egy olyan új köntöst kapjon külsőleg, és talán lehet azt mondani, és akkor, hogyha majd beszélünk a tartalomról, hogy belsőleg is, vagy lelkileg is egyfajta jövő és megújulást tudunk talán felmutatni, természetesen segítséggel, amire már nagyon-nagyon-nagyon régen vágyik a közösségünk, nagyon régen vágyik talán a város is, vagy lehet azt mondani, hogy a város is, hiszen ez bent a központban, és Jamina központját is, vagy bent a központot, és Jamina központját is érinti. Ugye az egyszerű járókelő is láthatja, hogyha elsétál a Szeberényi téren, hogy nagyon potyog a vakolat, megromlott a homlokzata a templomnak, de gondolom ennél azért komplexebb lesz a felújítás. Mi mindent kell kijavítani, felújítani, modernizálni az épületen? Valóban talán lehet azt mondani, hogy a közelebbi szemlélőnek talán szemetüt a vakolat hiányossága, a bádogozásnak a hiányossága, azok a talán lehet azt úgy is hívni, hogy a szépítő, vagy a szebb, az igazán gyönyörködtető részeknek az immáron elkopása, talán lehet azt mondani, hogy ezek mind tényleg olyan szembetűnőek, vagy szemetszúróak, és mögötte, amikor már úgy az egészet nézzük, akkor természetesen a túloldat is lehet azt mondani, hogy hát viszont ez még vannak olyan templomok, amikhez viszonyítva egész jól néz ki. Mégis azt hiszem, hogy a reformáció 500. évfordulóján az országban, vagy akár azt úgy is szoktuk mondani, hogy Közép-Európa legnagyobb evangélikus templomának, én azt mondom csabai helyi lelkészként, hogy kijár egy ilyen felújítás, és a csabai evangélikus gyülekezetnek is talán, vagy az evangélikus lelkeknek is egyféle lökést is adhat az, hogy akkor megújulnak ezek az épületeink. Hogy mit is érint konkrétan az eddig említett nagy templomot, Jaminában az evangélikus templomot, ami az Orosházi úton van, ott van mögötte bent az udvarban egy gyülekezeti házunk, ennek a rekonstrukcióját, valamint a Hunyadi téren lévő magtár épületünket, ami eddig bútorborként szolgált, lehet azt mondani, ugye évtizedeken át, de most egy más funkciót szánunk már neki. Mi lesz ez az új funkció? Hát ez ilyen sokáig ilyen lebegtetett, meglepetésszerű tervünk volt, vagy vágyunk volt, hogy legyen egy összekötő kapocs a gyülekezet, az iskola között az ifjúság számára. Ez egy ifjúsági centrum lesz, talán lehet így hívni, amiben nincsenek az iskolában a gyermekek, de még nincsenek az egyházban a gyermekek, de egy olyan védett környezetben, ami nekik van kialakítva, jól érzik magukat, és talán szívesebben lesznek majd itt, mint más a városszerte helyeken. Tehát akkor ez valamilyen klubszerű helység lesz majd? Talán lehet azt mondani, hogy klub, igen, egy ifjúsági centrum, klub jelleggel, de itt lesznek majd az ifjúsági délutáni óráink is, szombaton délutáni összejövetelek, így tervezzük, és esetleg kiállítások vagy koncertek is a fiatalok számára, vagy nem csak a fiatalok számára. Térjünk akkor vissza egy kicsit a nagy templomhoz, egy közel 200 éves épületről beszélünk, amit hogyha most modern eszközökkel kell felújítani, akkor éles kontraszt keletkezhet a modern berendezések és az ódon falak között. Hogyan sikerül majd összehangolni ezt a kettőt? Mondhatom azt, hogy a
A műemlékhivatalnak a szerves közreműködésével lehet ugye csak felújítani, hiszen ez egy műemléképület, és őnekik azért rendkívül szigorú paraméterek mellett megfelelve lehet csak leadni az igényeinket. Tehát, hogy mit is szeretnénk az épületben felújítani. Így aztán mondhatom azt, hogy egyik oldalról olyan irtózatosan nagy újdonságok nem lesznek benne, vagy látható nagy újdonságok nem lesznek benne, de mégis lesznek benne. Ha úgy veszem, akkor elrejtve. Egy szigetelés, egy nagy templomi szigetelés, amit eddig a technika és a pénzügyi keretek miatt ugyan sohasem valósulhatott meg, akkor az, hogy a csatornázás, ami a tetőt elválasztaná tulajdonképpen az oldalfalaktól, ez sem valósulhatott meg. Teljes cserép, vagy tetőcsere. Akkor a hangosításunk, amivel már elég régen bajlódunk, vagy szenvedünk, de akár lehet azt mondani, hogy az elektromos rendszer is már eléggé elavult. Azt nem lehet mondani, hogy a nagy templomot nem újították föl eleink, mert azért kínosan ügyeltek, főleg ott a kezdeti időpont, hogy gyönyörű szép legyen a nagy templom. Tehát nem csak a tervezésnél, a megépítésénél, hanem utána is, ahogyan erejük bírta, mindig valamit azért megújítottak rajta. De ugye Luthernak a 400 éves évfordulójára, aztán az 500 éves évfordulójára, és akkor most a reformációnak az 500 éves évfordulójára, mindig raktak hozzá valami olyan picike kis pluszt, ami az akkori követelményeknek megfelel. Ilyen pici plusz az előbb felsoroltak mellett nekünk már a nagy váradalom volt, hogy egy kiszolgáló rész, egy vizes blokk kerüljön már be a nagy templom szolgálatába. Ezen is nagyon-nagyon sokáig gondolkodtuk, törtük a fejünket, hogy be a templomba, vagy pedig mellé, és aztán inkább a mellette lévő területre egy minimál dizájnnal megtervezett, megépített kis kiszolgáló részt fogunk majd létrehozni. Ez az iskola és a nagy templom között lesz, és ebben is komfortosabbá tesszük majd a nagy templomot. Visszatérve ugye Jaminában ugyanezek a munkafázisok lesznek, vagy munkafolyamatok lesznek, és ott is a gyülekezeti háznak talán, mivel az nem műemlék, egy picit még jobban láthatóan 21. századi követelményeknek megfelelően lesz kialakítva a belső tere. A külső tér, vagy a külső megjelenés az nem is fog változni. Energetikailag mennyire lehet korszerűsíteni az épületeket? Ebben a programban nekünk nem fért már bele az energetikai korszerűsítés, viszont törekszünk arra, hogy hát, hogyha lehet ilyet mondani, hogy napenergiát felhasználva azért majd segítsünk a rezsiköltségeken egy másik adandó lehetőségek, vagy lehetőséggel élve, valamint önerőből. Bár gondolom azért a napelemnek a felhasználása korlátozott, hiszen a műemlék védelem alatt álló épületre nem tudom, hogy mennyire lehet föltenni napelemet, tehát a nagy templomra. Például. Nagy templomra egyáltalán nem lehet, tehát ami műemléképület, arra nem lehet napelemet fölteni, viszont a nem műemléképületeinkre ez még úgy a kidolgozás alatt van. Milyen új programok lehetnek majd, amire eddig nem nyújtottak lehetőséget az ingatlanok, most viszont, hogyha ezek mind elkészülnek, akkor új erőre kaphat a gyülekezet? Hát azért ez biztos, hogy egy ilyen nagy felújításnál mindig ott kell, hogy legyen, hogy miért is csináljuk. Tehát ez is nagyon-nagyon sokáig foglalkoztatott bennünket, hogy hogyan is lehet megújítani nem csak az épületeinket, hanem magát a gyülekezetet is, vagy a gyülekezeti életet. Ezért volt az elsődleges gondolat maga ez a magtár átalakítás, hogy hát ha az ifjúságot így esetleg jobban tudjuk integrálni a gyülekezetbe. Ezen kívül természetes az, hogy például a nagy templomnál eddig is nagyon-nagyon jó akusztikájú templomunk van, vagy volt, de most koncertek rendezésére még alkalmasabbá tesszük, hiszen sokszor volt az, hogy kevés volt az áram, sokszor volt az, hogy kevés volt az a mozgástér, ami kellett egy-egy koncerthez. Nem volt igazából jól megközelíthető, és nem volt igazából jól eladható, vagy elfogadható balesetvédelmi szempontok alapján. Tehát egy tűzvédelmi gyakorlatnál nem biztos, hogy megállta volna a helyét a nagy templom. Most ezek is megújításra kerülnek, így aztán sokkal bátrabban lehet majd akár koncerteket is odahozni, de természetesen elsődlegesen
Ezután is maga az Isten tisztelet lesz az első célszféránk vagy célközösségünk. A gyülekezet hogyan fogadta a hírt, hogy a támogatásból megvalósulhatnak ezek a tervek? Ugye lehet azt mondani, hogy háttérinformációk alapján, hiszen ez nem egy nagyon-nagyon gyors döntéssel sikerült elintéznünk, ez már azért jó sok éve húzódó vágyunk volt. Kiszivárgott azért egy-két részlet úgy útközben, tehát nagyon-nagyon sokan tudták már, hogy éppen majdnem már bólintottak nekünk erre a kérésünkre, vagy megvalósítható lett a kérésünk, megkapjuk a támogatást, de aztán mindig valamiért, ugye valami oknál fogva volt előtte, vagy elsődlegesebb, vagy méltóbb célja ennek azoknak a kiosztott támogatásoknak, így aztán miénk az, hogy mindig úgy lelecsúszott. De tegnap ugye a presbiteri ülésen éppen volt egy ilyen beszámoló, amikor ünnepélyesen vagy félünnepélyesen azért bejelentettük, hogy akkor ez megvalósulni látszik. Optimistán állunk a dolgok elé, de azért azt tudni kell, hogy még nincsen az első kapavágás sem meg, hiszen még most csak ott tartunk fizikálisan, hiszen ott tartunk, hogy a közbeszerzési eljárásokat folytatják le budapesti központtal. Mikorra kell befejezni minden munkálatot? Hát ez is egy kicsit olyan gyorsított eljárásban fog talán megvalósulni, hiszen december 31-ig nekünk el kell számolni ezzel a támogatással, tehát egy roham tempóra kell számítanunk. És akkor még talán a reformáció valóban az 5% évében sikerült tető alá hozni a beruházást. Igen, ezt lehet azt kimondani, igen, hogy reformáció 500. évében, tehát 17. december 31-ig, hogyha készen leszünk, de hogyha január 1-én lesz kész, akkor se lesz olyan irtozatosan nagy baj, hiszen akkor a Békés Csaba 300 évfordulójára lett kész ugye a nagy templom felújítása, annak is nagyon fogunk örülni. Így vagy úgy, de mindenképpen ünneplünk. Igen. Köszönjük szépen, hogy elfogadtam. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, Kutyay Pál evangélikus lelkésszel beszélgettünk a Békés Csabai evangélikus nagy templom felújításáról. Köszönjük figyelmüket, tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra!